Mintha tegnap lett volna karácsony, pedig már a farsang farka is elérkezett. Ez a tél elmúltának szimbolikus eltemetése, sok vidámsággal, állarcos felvonulással tűzdelt ünnep. A dunaharaszti német nemzetiségi önkormányzat is eltemette a farsangot, hogy aztán megkezdődhessen a nagybőjti időszak. Hát a farsangnak az a lényege, hogy ugye vízkeresztől kezdődik a farsangi időszak, ez egész hamvazó szerdáig tart. Ugye a régi sváb hagyomány szerint az esküvők mindig télen voltak. Nyáron ugye dolgoztak a földeken, nem értek rá, ilyenkor volt az az időszak, mikor az ünneplések, illetve az esküvőket tartották. A farsang végén ugye elbúcsúztatjuk a teret, ez egy farsang temetéssel történik. Ez egy régebben egy ilyen vidám, beszólogatós program volt, ahol tulajdonképpen a város vezetését, illetve az ismertebb embereket kigúnyolták, a falunak a bolondjait kiviccelték. Ez egy ilyen vidám szórakoztató történet. Most nálunk is ez így lesz, az idei évben a soroksáriak fognak svábul előadni egy farsangtemetést. Hát remélem még többen értik, az idősebbek biztos. Hát ugyan itt most nem harasztiakról fog ez szólni, hanem soroksáriakról, de remélem, hogy a közönségnek tetszeni fog. Rendezvényen a Hein Meklang zenekar zenél, illetve ők szórakoztatják a nézőket, illetve az idén egy új hagyományt teremtettünk, az, hogy a Soder klubos fellépő fog jönni, aki most az idei kornak megfelelően egy vidám történetekkel fogja szórakoztatni a nézőket. Ezzel próbálnánk fiatalabbakat is bevonzani, hogy így talán tudnak csatlakozni a régi hagyományainkhoz, hogy meglátják, hogy milyen egy farsang temetési élőben. Van esetleg egy-két beöltöző is, ugye főleg a gyerekekre gondolok itt? Hát a gyerekek, a harasztiak, ők lesznek a koporsóvívők, ugye amikor a farsangszepit el fogjuk temetni, illetve van most egy Mohácsról érkezett busonk is, ami még idáig nem volt haraszt.